Szendi Zsuzsa vagyok, a Szombathelyi Kálmoni Arborétum akvaturisztikai vezetője, és szeretném bemutatni, hogy márciusban milyen csodákat lehet látni az arborétumban, ugyanis ilyenkor tömegesen virágoznak a koratavaszi hagymás növények, mint a hóvirág, a krókusz, a téltemető, amiből nálunk a Kálmoni Arborétumban egészen nagy szőnyegszerű képződmények vannak, illetve mögöttem látható egy gyönyörű, óriási tőzike mező. Aki pedig illatokra vágyik, azoknak pedig a Hama Melissa, vagy magyarul varázsmogyoró bokrainkat, illetve a tündérfát javasolnám, amely csodálatos illatot áraszt ilyenkor. Köszönöm.